Egészen 2015-ig megy vissza ez a történet, mikor is eldöntöttem, hogy nekem ez lesz az első designer táskám, ha egyszer tudok majd magamnak venni, be tudok majd rá ruházni, és ott akkor azt is eldöntöttem, hogy nem fogok olcsó designer táskákra beruházni, tehát hogy a Zara, H&M és Mango táskáitól fogok felugrani az én álmaim első designer táskájáig, amit most meg is fogok nektek mutatni, ugyanis valószínű ez a videó hozzám méltóan nagyon-nagyon hosszú lesz. Tudjátok, hogy nagyon sokat szeretek így beszélni, főleg olyan dolgokról, amik érdekelnek, és főleg ilyen divat dolgokról. Úgyhogy én úgy látom tisztának ezt az egészet, hogyha most letudom, megmutatom nektek, miről van szó, és aki csak azért van itt, mert érdekli, melyik táskáról beszélünk, azután ki is tud lépni. Akit pedig érdekel a bonyodalmas története ennek az egész táskaügynek, akkor az maradjon velem. De lássunk is neki, egy ilyen gyönyörű papír táskában jön ez a gyönyörűség. Ez valami limitált kollekciója, vagy különleges csomagolása most a Louis Vuitton táskáknak, különben narancssárga papír táskában szokott hozzánk jönni ez a dolog. Mármint, hogyha üzletben veszed meg, és nem online rendeled. És azt kell most erről tudni, hogy ez nem így nézett ki ez a csomagolás, ugyanis már kibontottam, és már hordtam is, tehát hogy én ezt így próbáltam normálisan megcsinálni, hogy újnak tűnjön, de nem az, ugyanis ma szerte van, és szombat este kaparintottam meg a táskát, és mint mondtam, hogyha netről rendeled, akkor azt hiszem, hogy nincs hozzá szalag, vagy nem tudom, hogy így be van-e csomagolva, csak ilyen papír dobozban jön, viszont én a bécsi üzletben vettem meg, tehát így szépen becsomagolták nekem. Aztán a kis narancssárga dobozt kinyitva találkozunk is magával a táskával, ami egy ilyen, minek mondják, porzsákban van benne, és próbálom most magam így visszafogni. Annyira kell mosolyognom, gyerekek, én annyira boldog vagyok, hogy hihetetlen. És mint mondtam, igyekszem tárgyilagosnak maradni így a videó elején, főleg azok miatt, akik a táska miatt vannak itt, nem pedig miattam, és kicsit tűrtőztetni magam, de hihetetlen, hogy most a kezemben tarthatom ezt az 5 éves álmot igazából, tehát hogy el sem tudom mondani, mennyire boldog vagyok, de nyissuk is ki, és láthatjátok is, hoy a Louis Vuitton Pochette Métisse nevű táskáról beszélünk. Ennek a típusnak a neve a Monogram Canvas, tehát hogy ez nem bőr, hanem egy bevont vászonanyagú táska, és csak ezek a részletei, tehát a fogantyúja, és itt ezek a részletek vannak bőrből. Miféle fajtája van ennek a Pochette Métisse-nek, tehát van bőrből is, de én, mint mondtam, ez volt álmaim táskája, a Monogram vászontáska, tehát nem akartam bőrt, abban úgy annyira nem tetszik, és én úgy gondolom, hogy ezt könnyebb is tisztán tartani, vízálló, tehát hogy a bőrre azért jobban kell vigyázni, habár azért lehet hallani ilyen rém történeteket is, hogy jaj, ez a táska mennyire rossz minőségű, meg voltak azért hibái az elején, 2013-ban jött ki először ez a táska, és azóta megváltozott, tehát hogy azóta azért egyre-egyre jobb kiadások jöttek ki belőle, de hogyha problémám lenne vele, vagy valami gebasz lenne vele, akkor bármikor vissza lehet vinni az üzletben, és akkor elküldik megjavítani, ki tudnak rajta mindent cserélni, ha meg akkora gáz lenne vele, akkor pedig kapsz egy újat. Mint mondtam, csak a fogantyúja és ezek az apró részletek azok, amik bőrből vannak. Azt jó erről tudni, hogy ez a bőr, ez idővel így patinásodik, tehát hogy bebarnul, kicsit olyan ilyen mély barna színe lesz az idővel, ahogy érintkezik a bőröddel, és hordva lesz, és nedves lesz. De én ezt egyáltalán nem bánom. Én rendeltem hozzá az Amazonról egy impregnáló sprét, ami még nem érkezett meg. Én alapjáraton nem bánom, hogy ez be fog sötétedni, viszont azt szeretném, hogyha olyan egyenletesen szépen sötétedne be, és azt hallottam, és több helyen is olvastam, hogyha ezzel a sprével így lefújja az ember, akkor olyan szép egyenletesen fog ez patinásodni. Megmutatom nektek azért közelebbről is, hogy jobban láthassátok. A hátulján van egy zseb, ahova én a telefonomat szoktam rakni, és a kártyatartómat. Azokat a dolgokat szoktam ide berakni, amiket szeretem, hogy közelebb vannak a testemhez.
és nem is kell hozzá kinyitnom lényegében a táskát. Láthatjátok a táskán, tehát hogyha így ránéztek, akkor azt mondjátok, hogy hát ez nem valami nagy méretű, viszont rengeteg cucc elfér benne, tehát hogy én is nagyon meglepődtem, mikor megmutatta nekem az eladó, hogy mekkora is ez valójában, és rengeteg ember vizes palackot cipel benne, meg mit tudom én, tehát hogy látjátok, hogy ilyen harmonika stílusban nyílik ki a táska oldala. Aztán itt látható a táskának ez a csatja, ami aranyszínű fémből van, és nekem még rajta van ez a fólia, mert úgy vagyok, hogy jaj, amíg így le nem rohad róla, meg nem annyira nevetséges, addig így rajta hagyom. Ugyanis ez a fémrész is természetesen karcolódhat, tehát hogy ez így nyílik. De azt mondták, hogy ezt is kicserélik, tehát hogyha visszaviszed, akkor ki tudják cserélni teljesen újra. És íme a táska, mint mondtam, viszonylag nagy, tehát ott sok minden belefér, és itt is van egy kis zsebe, ahol nem is tudom, hogy ez micsoda itt lenne. Erre csak rá vannak írva a tulajdonsága, hogy miből van, meg hogy készel készült, és van hozzá egy ilyen válpánt is, amit nagyon szupernek találok, méghozzá azért, mert állítható, és sokszor láttam azt, hogy amikor láttam, hogy más viseli, hogy így lóg rajtuk, tehát hogy én nem szeretem azt, amikor így lelóg nagyon durván, tehát hogy mit tudom én, a combomig. És sok nőnél láttam azt, hogy viszonylag így lejjebb lóg ez a táska, és ez volt az, ami az elején így visszatartott, és meg akartam tudni mindenképpen, hogy lehet állítani a pántját. Viszont az üzletben magamhoz próbáltam, és a legutolsó lyuk, tehát a legrövidebb állíthatósága tökéletesen passzol hozzám, úgyhogy nem voltak kérdéseim ez ügyben. És magát a pántját is nagyon-nagyon gyönyörűnek találom. Én nem szoktam róla levenni, megmondom őszintén, lógatni szoktam rajta, és szerintem így is nagyon jól néz ki. Aki jobban képben van egy táskát tekintve, az tudja, hogy ezt a táskát még mindig nagyon-nagyon nehéz beszerezni. Ugyanis én úgy gondolom, hogy én ugye ezt 2015-ben láttam meg először, akkor estem szerelembe, de mint mondtam, ez 2013-ban jött ki ez a táska, és olyan 2016-ban dobták fel nagyon, én úgy gondolom, így a külföldi bloggerek, meg mindenkinek ez volt, és akkor szinte lehetetlenség volt beszerezni. Nyilván engem nem zavart, mert én akkor tudtam, hogy nem tudom ezt magamnak megengedni, és úgy gondoltam, hogy nem is baj, majd nyilván ezt könnyebb lesz nekem megkaparintanom, amikor eljutok majd arra a pontra az életem, hogy be tudom szerezni. Hát nem, mert a mai napig írtó nehéz ezt beszerezni, és én is szembesültem ezzel a problémával. És most szeretnék áttérni a valódi holényizitára, elköszönnék mindenkitől, akit nem érdekelnek a sallagok és a különböző történetek, a különböző galibák e körül. Úgyhogy igen, én ezt most vissza is teszem a kis porzsákjába, és el is kezdek nektek most szünet nélkül mindenféle fasságról beszélni a táskáról kapcsolatban. Mint az elején mondtam, eldöntöttem akkor 5 éve, hogy ez lesz az én első designer táskám, és engem más nem is érdekel, tehát hogy én addig nem is veszek se Michael Kors, se Coach táskákat, se furlát, semmi, tehát hogy nem szeretnék nagyobb dolgokra beruházni, hanem erre, ha majd egyszer megengedhetem magamnak. A tényleges gyűjtés, pénzgyűjtést erre a táskára tavaly karácsonykor kezdtem, minek után is megvettem a telefonomat, tehát hogy kibasztam úgymond 800 eurót az iPhone-ra, mert úgy voltam vele, hogy jó, nekem kell lesz, hogy csináljam a videókat, és nem szeretnék előfizetős lenni meg semmi, hanem egybe megveszem a telefont, és utána el tudok kezdeni gyűjteni végre erre a táskára. Úgyhogy, mint mondtam, egy éve gyűjtök már rá szinte, és minden ugye kis pénzt, amit kaptam akkor karácsonyra, meg utána szülinapra, azt erre a táskára raktam aztán félre. És ugye, ahogy így gyűjtöttem rá a pénzt, azért elkezdtem nézelődni, hogy na, van-e belőle egyáltalán, és akkor szembesültem vele, főleg online, sokszor megnéztem online, hogy nem elérhető a táska. Aztán volt, hogy elérhető volt, aztán egy fél nap múlva megint nem elérhető, és úgy van, hogy ezt nem hiszem el, tehát hogy mióta várok én erre, vagy úgymond, mióta készülök én erre a táskára, és nem hiszem el, azt hittem, hogy már ez így kicsit így lecsengett, de nem. Természetesen nekem, mint nagy álmodozónak megvolt róla az elképzelésem, hogy én hogy szeretném megvenni az első designer táskámat, ezt a táskát, az pedig az volt, hogy én szépen kiöltözve bemegyek az első kerületbe, itt Bécsbe, a Louis Vuittonba, és hagyom magam lenyűgözni, kiszórom rá ezt a rengeteg pénzt, és nagy boldogan kisasszézom majd az üzletből a táskával.
És azért, ahogy így telt múlt az idő, így láttam, hogy lehet, hogy ebből nem biztos, hogy úgy lesz valami, vagy nem úgy, ahogy én akarom. Már arra is gondoltam, milyen jó lenne ebből egy vlogot csinálni nektek, mit tudom én, mindegy. És most szeptemberben voltunk Salzburgban nyaralni, és hát sétáltunk a belvárosban, és mondtam a páromnak, hogy hát itt egy Louis, menjünk be, hát én még soha nem láttam ezt a táskát, úgymond közelről, vagy hát persze máson láttam, de hogy nem fogtam még meg, szeretném megnézni, megfogni, mert valószínűleg karácsonyra meg tudom ezt venni magamnak. És nekem azért többen mondták így a családból is, mert például a párom anyukája, és mondta, hogy hát ők voltak az első kerületben a barátnőjével, mert ő akart magának valamit venni, valami táskát, és hogy milyen bunkok voltak velük, és hogy ő nem ajánlja, hogy én üzletbe vegyem meg a táskát, inkább rendeljem meg online, az a biztosabb, és így hát egy kicsit így el is kenődtem, de gondoltam magam, hogy jó van a kéz, a te véleményed, mindegy. Amikor Salzburgban voltunk, akkor bementünk a párommal a boltba, és ott szembesültem azzal, hogy milyen tuskók is voltak ott az eladók. Tehát, hogy így soha nem voltam még így Louis Vuittonban, úgyhogy kérdeztem volna valamit, vagy értetek, hogy mire gondolok, de hogy így bementünk, és volt ott egy nő egy ilyen iPad-del a bejáratnál, így tök kedvesen megkérdezte, hogy mit szeretnék, és így mondtam neki, hogy én ezt a táskát szeretném élőben megnézni. És akkor hirtelen így megváltozott az arca, ilyen balta arca lett, és azt mondta, hogy én most nem érek rá, majd a kolléganőm megmutatja magának, de most várnia kell, mert egy másik vevővel van. De ezt körülbelül így közöltem, mondom, jó, oké, mindegy. És akkor láttam is a kolléganőt a másik vevővel, és hozott is ki egy táskát, méghozzá ezt a táskát. És elkezdtem mutogatni annak a nőnek, mondom, hát szuper, mondom, azért így viszonylag távolságból is látom, hogy milyen, de jó lenne azért megfogni. És láttam, hogy csomagolják be ennek a nőnek a táskát, mondom, jó, akkor ezt elviszi. Ahogy kisasszézott ő az üzletből, oda mentem ehhez az eladóhoz, és mondtam neki, hogy én ugyanezt a táskát szeretném megnézni, megfogdosni, és mondta, hogy hát ez volt az utolsó darab, de konkrétan ezt úgy közölte velem, mint hogyha nem is tudom, mit kértem volna, és hogy ez amúgy is várólistás táska, úgyhogy felejtsem is el, hogy ez lesz nekik, de esetleg felírhat a várólistára. Ezt is ilyen balta arccal közölte, gondoltam magam, hogy hát köszönöm szépen, akkor inkább szűj és sűnt, és sarkon fordultam, és kimentem az üzletből, tehát hogy nem tetszett az egész, ahogy velem ott bántak, úgymond, még akkor is, hogyha nem vettem semmit, ez így akkor sem tetszett. És azért nyilván, mint mondtam, én eldöntöttem, hogy én ezt idén karácsonyra fogom magamnak megvenni, és nem akarom előbb megvenni, meg amúgy se gyűlne rá össze a pénz, tehát hogy karácsonyra összegyűlik majd rá, vagy hát karácsony előttre, és úgy voltam vele, hogy jó, nem érdekel, mondom, hogy karácsony előtt én megveszem online, és az üzletbe fogom szállítani, és ott fogom átvenni, vagy valami ilyesmire gondoltam. Most a hétvégén voltunk, ez egy óriási történet szerintem, most a hétvégén volt a párom anyukájának a szülinapja, és mielőtt elmentünk a szülinapi ebédre, úgy voltunk vele a párom, hogy menjünk be az első kerületbe sétálni, körülnézni, meg amúgy én nem akartam semmit venni magamnak, láttátok úgyis a hol videómat, hogy azért most bevásároltam, nincs szükségem semmire, neki akartam egy sálat venni a téli kabátjához. Aztán azt se találtunk, mindegy. Szerettünk volna egy ilyen szép délelőttot ott eltölteni az első kerületben, és utána elmenni ebédelni, nyilván kiöltöztünk, meg minden, de természetesen így elszartuk az időt, késve indultunk, és nem volt időn körülbelül semmit megnézni ott a Kernestrászén, meg alapjáraton így kb. Sehol. Hétboltban voltunk, és utána rohannunk is kellett az ebédre. És úgy voltam vele, hogy ha már ott vagyunk, akkor szeretnék bemenni az üzletbe, csak megkérdezni, hogy tudják-e esetleg, hogy karácsonyra lesz-e belőle, mert azért gondoltam arra, hogy jó viszonynak talán karácsonyra kicsit megerőltetik magukat, mert tudják, hogy sokan megvennék mondjuk ezt a táskát ajándékba, és hogy esetleg látnak-e rá esélyt, nyilván most ez hülye kérdés, mert most honnan tudná szerencsétlen eladó vagy tanácsadó, hogy lesz-e belőle, mindegy. De nem lett rá időnk, hogy bemenjünk oda. És természetesen Olin Zita, amit eltervez, azt azért szereti véghez vinni, és így azért látszott rajtam, hogy valami nem tetszik így a nap folyamán, ahogy ott rohangáltunk a Kernestrászén, amúgy se szeretek rohangálni. És amikor elindultunk ebédelni az anyukájához, ugye neki volt a szülinapja, látta rajtam a párom, hogy valami nekem nem tetszik, ugye, nagyon jól ismer, és így az ötödik semmi után közöltem vele, hogy én amúgy beszerettem volna azért menni a Louis-ba megkérdezni, hogy mi a tök van majd a táskával, vagy lesz-e belőle, vagy mit tudom én. És meglepődésemre ő meg azt mondta, hogy tudod mit,
ebéd után visszajövünk, és megkérdezzük. És ő általában az a típus, aki azt mondja, hogy jaj, majd következő alkalommal, vagy inkább menjünk haza, és kiskanál, nagykanál pózban nézünk inkább filmeket most így délután, szombaton. Tehát, hogy meg is lepődtem rajta, hogy ő így tök jól reagált, és erre én mondtam is, hogy nem kell, menjünk haza egyből, tök mindegy. Amúgy is így, meg úgy karácsonykor akarom magamnak megvenni, nem most. Meg amúgy is hiányzik hozzá még x euró, egy nagyon kis rész hiányzott hozzá, mert mondtam, decemberre meg lett volna a táskának a teljes ára, tehát, hogy meg tudtam volna menni, mindegy. És mondta, hogy nem érdekel, visszamegyünk, neki is van kedve ehhez, most izé, meg is lepődtem, mondom, jó, oké. Mi visszamentünk ebéd után, és nem is a Louis Vuittonba mentünk először, hanem még körbenéztünk, még a Zarába is voltunk. De teljesen sötét lett már, mikor is eljutottunk a Louis-ig, minden szépen ki volt világítva, bementünk. És azért megmondom őszintén, hogy engem egy kicsit letört az, ami Salzburgban akkor fogadott, vagy ahogy bántak velem, és tudom, hogy ez most nem a világ legnagyobb problémája, de nekem ez a táska, meg alapjáraton, ahogy ezt így eladják, meg az egész történet körülötte, meg az egész csilli-villi luxus, nekem ez sokat jelent. Tehát, hogyha én egy ilyen dolgot megveszek, akkor szeretném, hogy kinyalják a seggemet. Úgyhogy félve mentem be ide a bécsi üzletbe. Szerintem szerencsém is volt, és nagyon pozitívan csalódtam, ugyanis hozzám egy iszonyatosan kedves nő jött oda, egy ilyen tanácsadó, szerintem velem korabeli lehetett. És tök fura volt, mert úgy éreztem, hogy vele beszélhetek kicsit úgy személyesebben is, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. Tudjátok, hogy vannak olyan emberek, akikkel így érzed azt, hogy így jól kijössz, vagy nem tudom. És pont olyan volt, mondta, hogy jöjjek, ő megnézi nekem, hogy van-e a táskából készleten, és akkor láttam, hogy ott írta be a kis iPad-jébe, hogy van-e készleten, és láttam, hogy 4 darab van neki, úristen, de mondtam neki, én csak ezt meg akarom nézni, nem veszem meg, én karácsonykor akarom megvenni, és így nem szólt rá semmit, csak annyit mondta, hogy lehet, hogy karácsony előtt nem kapnak, de mindegy, ő idehozza nekem, nyugodtan nézem meg, tehát, hogy ami tetszett az ő viselkedésében, az nem az volt, hogy ide figyelj, 4 darab van belőle, és nem lesz idén, vagy nem tudom, hogy mikor lesz, és nem rakta rám ezt a nyomást. Aztán pár perccel később hozta is ez a nő a bebugyolált táskámat, kesztyűbe kivette, nézzem meg, nyugodtan próbáljam fel, és hát szerelem volt első látása, tapintása természetesen, tehát nem csalódtam magában a táskában. És így látta rajtam, vagy nem tudom, így ő is érezte, hogy azért mi beszéltünk úgy személyesebben, és kérdezte, hogy milyen táskáim vannak eddig, vagy hogy miért pont ezt szeretném választani. Meg mondta, hogy tehát az én típusomhoz, hogy én alacsonyabb vagyok, tökre illik, mert hogy neki ez a nagy pakolós táskája van, és én mondtam is, hogy én a nagy táskákat nem szeretem, mondta, hogy ez egy tök jó döntés, és valahogy így kifakadt belőlem, hogy nem is tudom, hogy miért mondtam ezt, ugyanis a párom és én is nagyon csinosan ki voltunk költözve, és annyit mondtam neki, hogy figyelj, nézd, én 5 éve szeretném ezt a táskát. Ez lesz az első designer táskám, és már egy éve gyűjtök rá. És így láttam rajta, hogy így megcsillant a szeme, értitek? Tehát, hogy így átérezte valahogy a helyzetemet, és valahogy így nagyon jobban lettünk akkor, hogy így látta rajtam, hogy én nem az a típus vagyok, aki bejövök így rengeteg pénzzel, és kurvára mindegy, hogy mit, de megveszem magamnak, és ő mondta is nekem, hogy figyú, 4 darabon belőle, de gondold meg, mert ez az első táskád, és biztos lesz belőle majd, lehet, hogy nehéz lesz megvenni, de gondold meg, mert ez egy nagy döntés, tehát, hogy nem volt az, hogy így nyomta rám ezt a szöveget, tudjátok, hogy de már csak 4 darab van belőle, és most kell megvenni, és mit tudom én. És vissza is adtam neki a táskát, viszont ami még benne nagyon tetszett, az az volt, hogy mondta, nyilván ez nekik egy ilyen üzletpolitika, mondta, hogy körbevezethet-e az üzletben, mesélhet-e a márkáról, és én ezt mindig nagyon szeretem, amikor így belevezetnek kicsit a márka történelmébe. És a párom is élvezte, tehát, hogy nem az volt, tehát, hogy körbevezetett minket mindenhol, viszont nem az volt, hogy na, itt vannak az órák, meg itt vannak a pénztárcák, meg itt vannak a kendők, és amúgy, hogyha vesz egy táskát, akkor jó lenne venni hozzá egy kendőt is, meg egy pénztárcát is, mert tök jól illik egymáshoz. Hát tudom, hogy most lehet, hogy sokan nem érzitek át, amiről én most beszélek, vagy amire én gondolok, mert jaj, hát ez csak egy ugyanolyan bolt, mint egy másik, de nekem ez a nő igenis megmentette az én érzésemet a Louis Vuittonnal kapcsolatban,
mert most pozitívra fordult át ez az egész, tehát hogy én köszönöm neki, és igazán élvezetes volt ott, és több mint másfél órát eltöltöttünk ott, hogy csak így mentünk, néztük a dolgokat, és nem volt az az érzésem, hogy Úristen Zita, te ezt sem engedheted meg magadnak, meg ezt sem. Ő annyira érdekesen elmondta mindennek a történetét, a régi koffertől kezdve, nem tudom, legújabb kollekcióik, hogy nem éreztem azt, hogy én ezt nem tudom magamnak megvenni, meg ez kurva drága, hanem olyan volt, mintha egy ilyen múzeumban lennénk, és egy ilyen időutazáson mentünk volna keresztül. Úgyhogy sok mindent tanultunk, jól éreztük magunkat, csak hogy a vége felé mondja a párom, hogy na gyere, meg kellene beszélnünk valamit. Nem mondom, mi van, azt mondja, most van 4 darab a táskából. Van a táskából, Zita, úgyhogy tudom, hogy te ezt karácsonyra szeretnéd magadnak megvenni, de hogy ezt most el kéne hozni, és kész. És hálás vagyok neki is, mert én ragaszkodtam hozzá, hogy én karácsonykor fogom magamnak megvenni ezt a táskát, de így mondta, hogy ő tudja, hogy egy kis rész hiányzik a táskából. Ő ezt kipótolja most nekem, és majd jövő hónapban visszaadom, de hogy most kurvára de hozzuk el ezt a táskát, mert hogy karácsonyra biztos nem lesz belőle. És visszamentünk ez a csajhoz, aki már elpakolta ugye a táskát, mert én mondtam, hogy én csak meg szeretném nézni, úgyhogy mondtuk neki, hogy hát mégiscsak elvisszük, és akkor így meg is lepődött nagyon durván, de így láttam rajta, hogy örül neki, nem csak azért nyilván, mert hogy valami részesedést kap belőle, mert biztos kap belőle valamit, hogyha elad valamit, de hogy így nekem is örült, én úgy láttam, és vagy hát csak ezt mutatta, nekem teljesen mindegy, tehát az illúzió megvolt, és hát hihetetlen érzésem lett akkor, így nagyon-nagyon boldog voltam, úgyhogy mondta is, hogy jó, akkor ő elmegy és becsomagolja nekem szépen, és akkor majd visszajön. És akkor ott vártunk a táskára, és akkor még egy kicsi időnk volt így körbenézni, és megakadt a szemem egy családom, pontosabban 2 lányon, akik ilyen tinik voltak, tehát az egyik szerintem nem lehetett több 16-nál, másik meg 18-nál valahogy, és az apukájukkal voltak úgy, aki hát úgy láthatóan úgy nézett ki, vagy hát nem is rejtette véka alá, hogy hát van pénze, mindegy. És csak így, én nyilván nagyon örültem, meg nagyon boldog voltam, de így végignéztem az egészet, ahogy ők ott nézegetnek, meg beszélnek, mit tudom én. És ezek a csajok ott kikeresték, hogy miket szeretnének, úgy volt egy eladó, aki kipakolt nekik mindent, és mondták, hogy ezt is szeretnék, és hozták ki nekik így a táskákat. Az apuka ott állt, és gyerekek, ennek a 2 csajnak, tehát normál esetben azt gondolod róluk, hogy te hülye, elkényeztetett picsa. Mert nekem ez volt először róluk a véleményem, ilyen savanyú fejjel álltak ott, mutogatták, hogy azt, meg azt, meg azt, meg azt, és nem az, hogy én féltékeny vagyok, Isten őriz. Láttam, hogy kimentek a boltból, nem tudom hány táskányi cuccal, és mind a kettő nyomta a telefonját, ugyanilyen savanyú pofával, és így az apjukkal kimentek a boltból, és azt éreztem, hogy sajnálom őket, ugyanis én, gyerekek, úgy mentem ki a boltból, hogy én úgy vigyorogtam, én úgy örültem, hogy az én maszkom felcsúszott a szemgödrömbe, mert úgy röhögtem, szinte visítottam, akkora örömöm volt, hogy én megkavarintottam ezt a táskát, és mondom, én megsajnáltam őket, hogy mondom, Úristen, tehát, hogy én erre gyűjtöttem, én ezért szenvedtem, én erre nagyon vártam, és én ezt tudom értékelni, és én boldog vagyok, és itt van a különbség tényleg, és hogy bárki mondhat bármit a márkáról, meg hogy jaj, nekem nem tetszik, meg így úgy amúgy, nem érdekel, mert nekem egy álmom vált valóra, és most úgy vagyok vele, hogy megérte rá ennyit várni, megérte rá ennyit gyűjteni, ugyanis nem gondoltam volna, hogy ez ilyen öröm lesz, és néha így éjjel is felébredek, és leraktam a kis puffomra ezt a táskát, és így felébredtem éjjel, szűrődött be kintről a fény, és így pont rászűrődött erre a táskára, és így néztem, mondom, most álmodok, hogy tényleg ott van ez a táska, és ahogy reggel felkeltem, mondom, Úristen, ez az én táskám, és minden nap, amióta itt vagyok, és itt van ez a táska, így lenézek, és ezt nem hiszem el, ez hihetetlen. Tegnap is, ahogy öltöztem, és felvettem magamra ezt a táskát, vagy hát így átvettem magamon a pántjával a táskát, így visítottam egyet, ahogy benéztem a tükörbe, hogy nálam van, és magaménak tudhatom, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok. Egy dolgot még elfelejtettem hozzáfűzni a mondanomhoz, méghozzá azt, hogy mint mondtam, szerettem volna nektek vlogolni, mikor megveszem az első designer táskámat, és nyilván ebből nem lett semmi, mert
teljesen véletlenül vettük meg, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem voltam erre felkészülve. De amit viccesnek találtam, az az volt, hogy hiába vettük meg véletlenül, mind a ketten ki voltunk öltözve, tehát ahogy én ezt elképzeltem. Az meg, hogy nektek nem tudtam ezt levlogolni, még pozitívum is szerintem, ugyanis 100%-ig élvezni tudtam az egészet, anélkül, hogy most arra figyeltem volna, hogy felvettem ezt a részt belőle, normálisan tartom-e a kamerát, és teljes mértékben át tudtam magam adni ennek az egész luxusnak, ami akkor ott történt velem. A vicc az egészben az az volt, hogy ez a kis nő, aki ott segített nekem, ez az eladó tanácsadó, így mondja, hogy szeretnék kocintani az első dizájner táskádra, és így ránéztem a páromra, mert nyilván én így ittam volna. De így mondta, hogy hát nekem vezetnem kell, és így ránéztem erre a csajra, mondom, te nem kocintanál velem úgy véletlenül? Nyilván én nem tudtam, vagy nem gondoltam bele, hogy így mondta nekem, hogy ő munkaidőben van, ő nem ihat, mondom, a Istenem, hát akkor mindegy, most nem iszok egyedül. Úgyhogy végül is, igen, ittunk egy pohár vizet az én új táskámra, de nagyon-nagyon örültem neki, hogy ilyen jó kezekbe kerültem ott. Meg is adta a számát, mondta, hogy ha bármi bajom lenne a táskával, akkor írjak neki, és akkor mindenben segít, és majd eligazít engem, hogy mit kell csinálni. És igen, sokszor vagy több vlogban kitértem én már erre, hogy sokszor vannak olyan dolgok, amik nem úgy sikerülnek, ahogy én elképzelem, de ez nem azt jelenti, hogy így nem jó, mert rettenetesen jó élmény lett így ebből is, és hiába nem úgy történt, ahogy én elképzeltem, és ahogy az én makacs fejem elképzelte, de így is egy csodás napom kerekedett ebből az egészből. Úgyhogy igen, ennyi lett volna a videó. Remélem, hogy élveztétek. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!